itt készülne ugye az állványzat egy rászorított állványcsövekből, egy trepnis megoldással. A Závod külterületi határán található kápolna felújításának terveit ismerteti László Attila, a község polgármestere. A rendkívül rossz állapotú épületet 2016-ban már megpróbálták restaurálni, akkor nem jártak sikerrel. Ugye itt egy több lépcsős előkészítést igényelt a felújításnak a tervezési fázisa is, hiszen engedélyek beszerzése, a tulajdonosi viszonyok tisztázása, a területi viszonyok tisztázása volt első körben az elsődleges kihívás. És gyakorlatilag ott megakadt nem került további fázisba már a megvalósítás, hiszen olyan akadályokba ütköztünk, ahol nem tudtuk ezeket a viszonyokat tisztázni, rendezni, és igazság szerint akkor a kegyelem döfést gyakorlatilag az egyik résztvevőnek a hozzájárulási szándéka, illetve nem nemleges szándéka gyakorlatilag meghiúsította az akkori elképzelést. Az elmúlt időszakban a kápolna felújítása tehát különböző törvényi, jogi akadályok miatt is meghiúsult. A polgármester ebbe azonban nem törődött bele. Ezért én úgy gondoltam, hogy én, mint magánszemély most nekiállok, és mindenféle sallangot elhagyva, tervezési költséget, kiméretési költséget, műszaki ellenőri díjakat elhagyva neki fogok. A kápolnában a téglák kimozdultak helyükről, a tető is megrongálódott. Továbbá az épületet körülvevő területet is helyre kell hozni. Egy ilyen szölöpös terület stabilizálással megóvni, megvédeni a termőföldet, illetve vissza depózni a földet köréje. Egy nagyon fontos szempont lenne az is, hogy megközelíthető legyen biztonságosan a kápolna, hiszen körülötte a föld már annyira elkopott, eltűnt, hogy gyakorlatilag már a megközelítése is nehézkes és veszélyes. Ez is egy szempont lenne. Nagyon fontos lenne a gázjelzőknek hát ha nem is eltávolítása, de valami esztetikusabb tétele. László Attila bízik benne, hogy a magánkezdeményezésében társakra is talál. Mint mondta, a restaurálás pénzbeli költségét finanszírozza, ha valaki kétkezi munkával vagy anyag hozzájárulással szeretne segíteni, az szívesen fogadja. Célja, hogy elképzelése idén őszre megvalósuljon.